Nagyon szeret gitározni, de ennél is jobban szereti, ha másokkal együtt zenélhet, mondta kérdésünkre a miskolci Tímár Krisztián. A zenész gitártanárként dolgozik a Rocksuliban, és aktívan zenél a Hot Rod Bandben. Még általános iskola 7. osztályába kezdtem, az 87-ben volt, ha jól emlékszem. És hogyan alakult a folytatás? Egy klasszikus gitártanárnőhöz jártam 7. és 8. osztályba, utána pedig átkerültem egy öreg vendéglátó zenészhez, és nála még 5 évet húztam le. Utána még elmentem Füleshez, ő másodnős nem él, a kerékgyártó Pistihez, és ővele még egy olyan fél évet kisebb nő kihagyásokkal hozzájártam még, és ő traktorember elméletébe dolgozik. De egy házasságot ez még nem indokol, ilyen még nem volt, ez egy új élmény, szerint a vőlegény. Ilyen még nem volt, ez egy új élmény, szökik a vőlegény. És mikor játszottál először zenekarba? Hát az első zenekaros dolgaim azok még ennél az említett vendéglátós gitárosnál voltak. Ők egy zene oktatói munkaközösség részeként tanítottak zenét, és minden évben volt nekik növendékkoncertjük, és hát ezen a növendékkoncerten játszottam először. Az első saját zenekarom az középiskola 4. osztályában volt, de nyughatatlan emberek röviden Nyek néven működött. Miért a gitárt választottad? Édesapám gitározott, neki volt otthon gitárja, így aztán adott volt a hangszer, és amikor általános iskolában megjelent egy gitártanár, akkor megint csak adott volt, hogy akkor én gitározni fogok. Mit szeretsz a legjobban a gitározásban? Én legjobban az együttjátékot szeretem, tehát itt nem kifejezetten arról van szó, hogy én most úgy nagyon gitározni, hanem másokkal együtt játszani, az, ami igazán engem motivál. Mutasd már be a zenekarodat! A zenekaromat úgy hívják, hogy Hot Rod Rockabilly Band, mind a nevében is benne van, rockabilly műfajú zenét játszunk, ez ugye az 50-es évek zenéjét jelenti. 4 főből áll, tipikus rockabilly felállás, nagybőgő dob, gitár, ének, és hát az 50-es évekbeli muzsikát, illetve annak az utánérzetét játszuk mi. Milyen céljaitok vannak a zenekaroddal? Hát sok-sok pénzkeresés, világhírnév. Hát komolyra fordítva a szót, végül is hát szeretnénk egy országos, legalább egy országos ismertséget elérni, és jó sok fellépést. Most a Rocksuliban beszélgetünk. Mutasd be egy kicsit a Rocksulit, hogy hány diák jár ide, hogyan tanítotok? A Rocksulit 2010-ben kezdtük el csinálni, augusztusban nyílt meg az iskola, mondjuk úgy, ezt csak én nagy idézőjelben mondom, mert azért ez nem olyan iskola, mint egy rendes iskola, tehát sokkal szabadabb szellemmel dolgozunk. Több szakot indítottunk, gitár, basszusgitár, dob, van billentyű, ha igény van rá, ének, esetleg fúvós, most folyamatosan van a stúdiótechnikai képzés is. Nagyjából 30-40 diákunk van, változó a létszám, de nagyjából ennyivel dolgozunk. És mi a célotok a Rocksulival? A Rocksulival az a célunk, hogy szeretnénk kinevelni a saját utódainkat, hogy úgy mondjam, az én nagyon szép megfogalmazás volt, de valóban van egy ilyen kezdeményezés, hogy nagyon sokan tanulnak otthon zenét saját elhatározásból, de igazából nem jutnak egyről a kettőre, vagy nagyon-nagyon hosszú idő alatt. És mi szeretnénk ezt az időt lerövidíteni azzal, hogy megmutatjuk nekik azokat a trükköket, azokat a játéktechnikákat, amit évek alatt jönnének rá maguktól, hogy ezt hogy kell megcsinálni, mi viszont itt megmutatjuk, megtanítjuk őket ezekre a dolgokra, és hát ugye van a Rocksulinak egy szlogénje, mi szerint azok tanítják, akik csinálják, tehát mi tényleg gyakorlati szempontból közelítjük meg a zenélést és a zenetanítást, úgyhogy azokat a trükköket is megmutatjuk, amit egyébként egy zeneiskolában nem.